Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a mi témánkat, hogy legyél sikeres, legyél boldog, és a célom, hogy mindenki, aki fiatal, az is legyen boldog, mert most az élet elején van még, és hogyha most jobb állítja az életét, akkor sikeres is lesz, és boldog. Múltkor beszéltünk, hogy legyél független mindentől, ne függj másoknak a véleményén. Jó kedved van, rossz kedved van, mindig tudjál folytatni a saját utadat, és ma beszéljünk egy kicsit a célról. A cél ez nagy téma, többször fogunk erről beszélni, de ma az első lépést tegyünk meg. Általában azt szokták tanácsolni, hogy célozd meg az életedet. Írd meg magadnak az élet célját, és akkor utána majd oszd be az egész életed évekre, hónapokra, hetekre, és akkor majd mész előre. Mi pedig nem így fogunk csinálni. Ebben az esetben nagyon nehéz kitartó lenni egy életen át, hogy elérünk a célt. Ezért jobb, hogyha van először egy élmény, sikerélmény. És ahhoz, hogy legyen sikerélmény, ahhoz elkezdjünk tervezni kisebb célokat heti szinten, mert hogyha sikerélményem lesz, akkor kapok erőt, önbizalmat, és akkor képes leszek nagyobb célokat kitűzni hosszú távra. De mielőtt ezt kezdjünk, először beszéljük meg, miért kell cél. Képzeld el, hogyha beülsz a kocsiba, és gondolod, na akkor indulok. De hogyha nincsen egy célod, akkor hova indulsz, hova mész? Vagy megérkezel egy városba, megállítasz egy taxist, és akkor kérdezi a taxist, merre vigyünk, mi a célállomás? És akkor mondom, hát nem tudom, itt vagyok először, ilyen nagy városban. Erre a taxist válaszol. Jó, akkor mondd meg, mennyi pénzed van. És akkor mondd, hát ennyi pénzem van, nagyon jó. Én tudom, mi az én célom pénzt keresni, akkor viszek téged. És akkor így fognak vinni minket ide, egyik taxis, másik ember máshova visz, és akkor így megy az élet, és csak elsorvad, elmennek az évek, elmegy az egész életünk, és akkor ott találjuk magunkat, hogy öreg vagyok, beteg vagyok, kudarcok voltak, de siker az kevés volt, és nem értem, minek éltem. Ezért először, hogy ne legyen ez a fájdalom, ahhoz kell a cél. Védikus írások mondják, hogy ember egy céllal született. Mindenkinek van egy célja, csak meg kell tanulni, megtalálni, és kitűzni, és elérni. Akkor próbáljuk meg most betervezni egy heti célt. Ezen az alkalmon megbeszéltünk, hogy rövid cél kell, hogy legyen. Megbeszéltük, miért van szükség embernek a célokra, és utána a következő epizódban majd folytatjuk. Addig is írjátok kommentekbe, ti mit gondoltok rólam, szoktátok-e célokat kitűzni magatoknak, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, majd találkozunk, Hare Krishna!